A közösségi főiskolák olyan városokban működnek, ahol nincs felsőoktatási képzés. A Kisvárdai Képzési Központban azok a hallgatók szerezhetik meg a Debreceni Egyetem mesterdiplomáját, akiknek már van egy dietetikus, kémiai, biológiai vagy hasonló természettudományi területen szerzett alapvégzettsége. Nagyon nagy problémája bizonyos régióknak, ahol egyébként a gazdasági fejlődés az halad előre, a társadalom igényeli a működtetéshez szükséges szakembereket, hogy nem tudják itt tartani ezeket a szakembereket. Hogyha egy 18 éves fiatal ember az életének egyébként a meghatározó szakaszába, hiszen a 18-25 év közötti rész, ahol kialakulnak azok a viszonyok, amelyek később meghatározzák az életünket. Ha ezek mondjuk Debrecenben, Budapesten alakulnak ki, akkor utána már azért nem nagyon jönnek vissza Kisvárdára. Pont az a fontos, hogy ebben a meghatározó időszakban az egyetemi tanulmányokat azok a hallgatók, akik ezt igénylik, azok Kisvárdán tudják végrehajtani. Ilyen módon aztán sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy ők utána itt is fognak maradni, tehát nem mennek el innét, tehát a közösség tudja biztosítani azt a szakember igényt, ami egyébként fennáll. Kisvárdán három helyen alakította ki infrastruktúrális hátteret a képzési központok számára, így 2016-tól legalább 25-30 mesterszakos hallgató szerezheti meg a Debreceni Egyetem diplomáját. 2016 szeptemberétől tervezzük a beiskolázásokat, és mivel alapvetően egy táplálkozástudományi jellegű képzésről van szó, tehát ide jelentkezhetnek olyanok, akiknek valami kémiai, biológiai BSC-jük van, de természetesen egészségügyi, gyógyszerészi, orvosi, diplomás ápolói diplomával is ebbe a képzésbe részt vehet bárki. A duális képzés keretein belül a helyi kis- és középvállalkozásokkal együttműködve olyan további szakok beindítását tervezik, amik a városban szükséges szakembereket képzik ki. A közösségi főiskola azt jelenti, hogy bármelyik egyetem, bármelyik főiskola közelről, Nyíregyházáról akár, vagy akár az ország távolabb végéről, azt mondja, hogy ilyen szakot szeretne indítani, és ebben a városvezetés segítsen a megszervezésében, és segítsen abban, hogy a duális hátteret biztosítja, azt hiszem, hogy erre teljes mértékben nyitottak vagyunk. A polgármester elmondta, a városban 4000 középiskolás tanuló van, akik számára a későbbiekben akár az alapszakok bevezetése is megfelelő, helyben elérhető képzést nyújthat.